Szűk 30-ast. Hát ez rengeteg. Összességében is van majdnem 30 pont közöttük. Sőt, 33. Azt a mindenit. De hát itt ugye az a kérdés, hogy a most következő svéd lány, aki mögötte áll, mit fog tudni nekünk produkálni. Josi Helgeson tehát az 5. helyen áll. Először szerepelhet itt a legjobbak között, és ez a 2. Európa bajnoksága. Tripla luzdupla tól. Tripla szalva. Hármas kombináció, tripla szalhók, tripla tólup, dupla tólup, dupla Rydberger. Hát, hogy az 5. helyen állt, de
nem tudom, hogy meg tudja majd őrizni ezt a helyét. Egészen biztos függ majd még azoktól is, akik most következnek, attól függően, hogy most hol állnak, mert azért ő is tudott rontani. Hát semmiképpen nem voltak olyan meggyőző ugrásai, mint Tukta Misevának. Közel nem volt hozzá. Hát nem voltak olyan nehézségűek sem, tehát eleve nem is próbálta meg ugye a tripla-tripla kombinációt, ő egy tripla-duplát indult, indított, és az is a kettő között azért volt ott egy pillanat, amit várnia kellett, és úgy tette rá azt a második dupla tólupot, ami nem baj persze, csak ott az ott lehet, hogy volt benne valami hiány, tehát ebben azért nem is... Igen, hogy mindig egy picit, mintha lehetett úgy érezni, hogy hiányzott egy picit mindent. Én azt éreztem, hogy nem volt, tehát ugye nem volt az ugrásoknak olyan magassága, és ezért sokkal nehezebb, hát ugye sokkal gyorsabban kell akkor pörgetni ezeket az ugrásokat, hogy ott legyenek. Igen, az, hogy mennyire nem ugrik magasra, azt annál a hármas kombinációnál lehetett érezni, hogy szinte csak egy helyben állva pörgetgettem mindenhol, igen, hiányokat jelölnek a számítógépen is. Igen, és ez érezhető volt, és ugye ez hiába magas lenne mondjuk a bázispont annak az ugrásnak, viszont már eleve levesznek belőle, plusz még akkor a kivitelen is majd érezhető lesz ez, az azt jelenti, hogy ott súlyos pontok veszítődhetnek el. Azt gondolom a futás alapján, a mozdulatok, a kidolgozottság alapján egyértelműen azért Elizabeta egy más szint, ahol van. Tehát én azt gondolom, hogy ő inkább most arra felé halad, hogy ezt a dobogónot valakit megszorongasson. Josi meg azt gondolom, hogy valahol itt ezen az ötödik hely környékén szeretne maradni, de annyira vérmes remények nincsenek, hogy ő esetleg felkerüljön a dobogóra. Nem, egészen biztos, hogy nem, különösen után a futás után. És érdekes, az anyukája már nincs is itt, tehát szerintem már kiment Viktóriához. Igen, hát ez gondolom természetes is ebben a helyzetben. Úgyhogy végigkorcsolyázta, nem mondom azt, hogy a legjobb program volt, még akkor sem, és ezeket a hibákat levesszük. Igen, és én még Gosvianit is úgy érzem, hogy esetleg beelőzheti őt, úgyhogy ha ma nem lesz most egyik legjobbat, megjavította ettől még, de nagyon alacsony. Ha nem lesz most második, akkor biztos, hogy hátrébb csúszik. Negyedik? Igen. Ez érezhető volt. Azért még így is gyorsan megnézem, 4, hát még bent lesz a 10. Most nem is tudom, most mit csinál, örül, vagy szomorkodik, hát ugye? Még ő se tudja pontosan, hogy most minek örül igazán. Az aggódó anyuka, a svéd zászló, és a jégen Victoria Helgeson, aki jelen pillanatban a 6. helyen áll. A testvére már futott át, izgulhat érte. Nézzük, mit tud mutatni. Tavaly az 5. helyen végzett. Egy picit lehet, hogy előre tud lépni, mert a testvérnek azért nem úgy sikerült, ahogyan szerette volna. A legjobb eredményét tavaly ért el itt az EB-n, amikor az 5. lett. Biztató a kezdés. Ez már sokkal jobb. Sor volt, azért vártam ki a végéig, tripla Rittberger és dupla Axel.
Russell, dupla Tolup és dupla Rüdberger. Hát ez nem sikerült. Csapkodhatja is a fejét. Te itt megjegyezted csendesen nekem, hogy talán bemelegedett. Hát igen, hatodiknak futni egy ilyen csoportban azért nem nagyon tudja magát olyan szinten tartani. Persze ilyenkor leveszik a korcsolyát a lábukról, és még melegítenek tovább kint, tehát nem várja meg, hogy rákerüljön a sor anélkül, hogy melegítene, de azért a jégen lenni egészen más, ez már hosszú. Tehát az a bemelegítés, az a 6 perc, amit láttunk is, az semmit nem ér ahhoz képest, hogy utána itt még 40 perc múlva neki koriznia kell, tehát semmit nem ér. Az egyszerűen annyi, be kell mutatkozni, be kell jelentkezni a jégen, picit ráérez, hogy ma a jég jó, milyen a rugalmassága, mennyire puha vagy kemény, hogy tudja majd az, mire számítson, de arra, hogy az izmainak semmit nem jelent. Tehát utána ki kell menni, van, aki nem veszi le feltétlenül egyébként, mert ha már egyszer jól bekötötte, rajta van a lábán, akkor szereti úgy hagyni. Van, aki azt gondolja, hogy akkor pontosan azért beleizzad a lába, túl melegszik, és akkor már megint a fűzéssel ott problémák vannak, tehát jobb, ha levezni. Ez egyéni dolog, de tényleg azt lehetett érezni, hogy ugye elrontotta azt az első tripla flippet ott az elején, és akkor utána szépen a tripla tóluptól, a második ugrástól szépen haladt, és úgy mindent megcsinált. Jó volt, kellemes a lépéssor, jó ívek voltak ott is, és aztán valahogy itt a végére, tehát megvolt a tripla Rüdberger, és akkor utána volt a kombi forgás, amiben vándorolt, és a koreográfia lépésen az kifejezetten jó volt, és akkor megint volt egy szalmov. Tehát az eleje és a vége az valahogy elszállt, és talán nem volt olyan átütő. Bár én azt gondolom, hogy nagyon szépen korcsolyázik, jól lendül a jégen, és végül is ez a legfontosabb. Csak ugye azt gondolom, itt az előtte egy nagyon izgalmas verseny van, ahol most ugye még nem lehet teljesen tudni, hogy az orosz, a Karolina Kostner, esetleg a Valentina Márkely, tehát hogy állnak, és ők ilyen szempontból mind a testvére, mind ő itt az utolsó, ugye az 5.-6. helyen van, érezhető, hogy ezzel a programmal nem fog beleszólni a dobogós helyet. Igen, kíváncsi, hogy a testvérét vajon, hogy tudja befogni. Ugye azt nézem gyorsan, hogy Gyorsi a 7. helyen áll. Hát lehet, hogy előtte fog végezni majd. Megelőzi? Hát az elképzelhető, hogy a futás alapján. Alacsonyak, igen, de így is megjavította egyéni legjobbját. Jócskán megelőzte a testvérét. Az 5. helyen végez. Az 5. helyen végzett. Egyet ugye előrelépett ahhoz képest, hogy rövidben szerepelt, és Gyorsi a testvére csak a 8. lett. De neki Gyorsinak mindenképpen jó, hiszen ő meg akkor a 10. volt. És akkor most ez a 2 helyet javítom, most mind a 2-en bent vannak a legjobb 10 között. Ez szerintem fantasztikus
a svéd korcsolyázás szempontjából mindenféleképpen. Hát és közben eldőlt az is, hogy hogyan alakult a sorrend. Egy második helyen végző rövid program és egy második legjobb kűr után Karolina Kozner lett az Európa bajnok. Ez az, amihez azt mondom, szerencse is kell mindenhez az életben, ehhez is, de azt is kellett, hogy azért a Karolina Kozner nagyon szépen, nagyon biztonsági kűren, nagyon jól futott, úgyhogy megérdemelte. Igen, és hát a két orosz végzette a második, illetve a harmadik helyen, Szotnyikova lett az ezüstérmes, és Tuktamiseva, csak ki fogom egyszer mondani, végül ő lett a harmadik, tehát ő lett a bronzérmes. Hát egy nagyon jó versenyt láttunk, és érdemes lesz majd megnézni szerintem a gálát is holnap, ami 15 órától kezdődik majd az M1-en. Klárin, köszönöm, hogy velünk voltál mostanáig, a kedves nézőknek is a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra.